videóban arra teszünk kísérletet, hogy bemutassuk nézőink számára a távcső felrakás és a puska belövése lehetséges metódusát. A szerelést jellemzően olyan helyen végezzük el, ahol a puska nem sérül, nem karcolódik. Ahhoz, hogy kényelmesen tudjunk dolgozni, satuba tesszük a fegyvert, az agyazás védelmét pedig puha anyaggal biztosítjuk. Ez nem csak a farészeket védi, hanem segít a puska biztonságos fogásában is. Nem praktikus ilyesmit csinálni konyhaasztalon, mert akár az optikánk is megsérülhet. Napjainkban úgynevezett konfekciós, azaz standard puskákról beszélhetünk, amelyek hosszúságban elviekben mindenkinek jók, hiszen egy méretre készülnek, mégis az átlagnál magasabb, avagy alacsonyabb emberek esetében szükség lehet a tusméretre igazítására. A felvételen látható eredeti Sauer szerelék esetében nem kell ragasztani egyik stabilitást nyújtó felületet sem. A szereléken több állítási lehetőség nyílik, hogy a különféle puskákra fel lehessen tenni. A fegyveren gyárilag kialakított helye van a szóban forgó kiegészítő elemnek. Ilyen, borsosabb árkategóriájú puskáknál nem szabad spórolni a szerelék minőségén, mert könnyen ráfázhatunk, hiszen ha a távcső és a puska közötti kapcsolat rossz, akkor az könnyen hibázáshoz vagy sebzéshez vezethet. A szerelék kilincsének olyannak kell lennie, hogy tökéletesen zárjon, ugyanakkor mégis legyen nehézkes a használata. Mivel ez a Sauer eszköz mechanikus alkatrészekből épül fel, nyilvánvaló, hogy azokat a mozgató elemeket, ahol a surlódás léphet fel, illik nagy terhelésű olajjal lekezelni. Mindez a csavarfelületek közötti surlódást lényegesen csökkenti, így kisebb erőkifejtéssel is tudunk biztonságos zárást alkalmazni, tehát nem a csavar fog megszorulni, hanem az a felület, amit majd nekünk össze kell húzni. A szerelék egy fecskefarok illesztéssel jön rá, pontosabban egy prizmára, és amikor ez összehúzódik, akkor pozícionálja teljes mértékben a szereléket a puskán. Ennél a szereléknél, hogy ne tudjon megcsúszni, van egy ütköző, ami elhelyezi azon a ponton az eszközt, ahol az tökéletesen fog zárni, illetve megakadályozza annak elmozdulását, ugyanis a hátralúgó erő hatására a távcső igen nagy intenzitással akar majd előre csúszni, ezért helyén kell marasztalni. A retesz zárásának mértékét gyakorlatilag egy csavarral lehet beállítani, amíg el nem érjük az ideális állapotot. Az ütköző betétet a távcső felszerelés előtt ki kell venni, majd később újra felszerelni. Azt a csavart, amelyen a retesz elfordul, le kell fixelni, és a szerelék már fenn is van a puskán. Ezután a szerelékre felszereljük a távcsövet, esetünkben egy Leica Magnust. Ez nem egy bonyolult folyamat, mert egy sínes optikáról beszélünk, amelyről érdemes tudni, hogy egy ugyanolyan belső sín került rá, mint most a Zeissekre. A kis profilokat behelyezzük a távcső sínébe, ez pedig egy 45 fokos prizmába húzza bele a speciálisan kialakított csavarnyaknál fogva a távcsövet, tehát az optikai eszköz két front közé kerül. Távcsőszerelésnél sokan biztosra akarnak menni, ezért előfordul, hogy kevésbé hozzáértő emberek csavarrögzítővel húzzák meg a csavarokat, ami a későbbiekben, ha meg kell bontani a konstrukciót, problémát jelenthet. A fegyverszerelékeknél vannak felületek, amelyeket feltétlenül ragasztani kell, viszont surlódás következtében, amely az anyag és a csavar között fellép, ha azok szárazak, nem fogja a csavar olyan erővel összehúzni a felületeket. Az olajhasználat tehát az ilyen helyeken rendkívül praktikus. A csavarokat speciális célszerszámmal, úgynevezett nyomaték kulccsal is meghúzhatjuk, amelyen be lehet állítani, hogy hány newtonméter erővel szorítsuk meg őket, így biztosan nem tépjük túl, avagy hagyjuk lazára a csavarokat. Ebben az esetben már tudtuk, hogy hová kerüljön a távcső, mert amúgy lehetőség van egy 3-3,5 cm-es játékra. Ám mivel ennek a puskának a tulajdonosa alacsony, így a lehető legerőlébb helyeztük el a távcsövet. A feltevés után még a gumitalpat is fel kell helyezni a puskára, mégpedig úgy, hogy a vadász szemének a távolsága megfelelő legyen, mert jágerünk kisebb termete mellé még rövid nyakú is, ezért a tusa végétől az okulárrendse végéig a távolságnak 27,5 cm-nek kell lennie. Az átlag általában a hagyományos távcsövek esetében 28 cm,
de ez kitolódhat akár 32 centire is. Az első lövés megtétele előtt, ha olyan típusú a puskánk, akkor vegyük ki a helyéről a zárdugattyút, és nézzük meg, hogy a csőben ugyanazt látjuk-e, mint a távcsőben. Ha igen, akkor betölthetünk. Egyesek ilyenkor hidegbelövővel kontrollálják a durva állítást. Jelen esetben elsőként 50 méterre tettük meg a lövést. Jól látható a lőlapon, hogy ezen a távolságon körülbelül 8 cm-t alálőttünk. Ezután korrigáltunk. Állítottunk a magasságon, majd 100 méterre lőttünk még egyet. A magasságot már jól hozta, viszont oldalt kellett még korrigálnunk. A harmadik lövéssel újfent ellenőriztük, mit sikerült utána állítani, a lőlapon pedig jól látszik, hogy a találat helye ott van 1-1,5 centire a célponttól. Ezek után még egyszer korrigáltunk, és a puska belőttnek számított. A ballisztikai tornyos távcsöveket 100 méteren úgymond nullára kell lőni, mert a későbbiekben magán a tornyon fogja majd a vadász a távolságot megadni.